Köszöntöm kedves nézőinket! Vendégem Bió Szegi Szabó Pál, akivel a Magyar Költészet napja alkalmából fogok beszélgetni. Köszöntöm a stúdióban! Én is köszöntöm a televízió nézőket, és köszönöm a meghívást! Költőnek születni kell, vagy tulajdonképpen tanulás eredménye az, hogy valaki költővé válik? Azt lehet mondani, hogy mind a kettő valamilyen arányban. Ugye az irodalom elméletben két típust különítenek el. A poéta doctust, aki úgy jól tanult, és tehát kifejleszti magában bizonyos készségeket, és a poéta natus, a született tehetség, ami inkább a kreatív oldalára vonatkozik a versírásnak, vagy a költészetnek, az nem annyira tanulható, az készség. Még a másik, a doctus része, az tanulható alapvető fogások. Nincs erre egyetemes recept, nagyon sok költőnél az arány az változik. Lehet valaki úgy is nagyon jó szerző, hogy nem doctus, hanem ösztönösen. Főleg az ilyen újító jellegű költők. Tehát most, ha az irodalomtörténetben igazán mondanék egy nagyon ismert példát, például a Rimbaudnak a sorsa, vagy akár a mi Petőfi Sándorunk a 19. században, hogy alapvetően a natus, a született tehetség erősebb benne, és azt fejleszti egy picit jártassága és stíluskészségeké. Változó. Van a másik véglet, az mit tudom, a humanista poézis, amikor teljesen az úgymond ez a poéta doctus jellegű alkotók, akik úgy szépen minden tudatosan szóképeket, metaforákat, költőnyelvi eszközöket használnak, azonnal észrevehető ez a, én úgy szoktam mondani, a strukturáltság a versnek. Míg a született tehetségnek talán abban is van strukturáltság, de valahogy vadabbak és merészebbek a szókép. József Attila vagy Radnóti korai korszaka például a magyar ismertebb költészetben. Ha valaki ma úgy gondolja, hogy költőnek áll, akkor mire kell számítson? Van publikálási lehetőség? Vannak még befogadók, olvasók? Netán megbecsülés? Megbecsülés az változó, de publikációs lehetőség ma így a 21. században szerintem nagyon sok van. Tehát mondjuk összehasonlítva az én ifjú korommal, én már egy kicsit olyan középgenerációsnak tartom magamat, sokkal könnyebb a megjelentési lehetőség. Itt van az internet. Az interneten nagyon sok online minőségi folyóirat várja az alkotóknak a munkáit, akkor a papír alapon megjelenő irodalmi lapokban is azért elég nagy lehetősége van egy pályakezdő, vagy magát megmutatni akaró szerzőnek, hogy versekkel lépjen színpadra, vagy a lapokra fölkerüljön. Igazából ami problémás, az azt lehetne mondani, hogy talán ezzel a megnövekedett megjelenési lehetőséggel a kontrollálatlanságnak a veszélye. Tehát lehet, hogy több helyen megjelenik, de nem mindegyik fórum ellenőrzött, vagy legalábbis olyan nagyöregek vagy jártasabb szerzők is lektorálják, vagy szerkesztőség, hanem úgy ömlesztve közlik a verseket, és mondjuk ilyen értelemben a szegény olvasóra úgy árad, zúdul a különböző vers özönvíz. Tehát hirtelen versbőségbe is élünk, azt lehet mondani. Sokan foglalkoznak ma Magyarországon költészettel? Hát most ilyen kozmológiai hasonlattal, ha lennék, talán biztos annyi, hogy csillagon az égön, rengetegen, és rengeteg a látens szerző. Tehát nincs olyan érzékenységgel szerintem megáldott ifjú ember, aki úgy a középiskola táján, amikor úgy először részesül ilyen szisztematizált, rendszerezett irodalmi képzésben, ne próbálkozna valamilyen helyzetben versírással. Nemrég volt húsvét. Ugye hát ezt biztos sokan tapasztalják, hogy itt elő lehet rukkolni különböző csasztuskákkal, stb. Ha más nem a verssel vagy rigmussal, az életében ilyenkor mondjuk a férfi nemű az illető, akkor találkozik. Sokan foglalkoznak vele, mindig is így volt, csak a megjelenési lehetőségük volt talán korlátozottabb. Ezt lehet mondani, hogy ezt tudnám mondani erre röviden. Március 21-én ünnepeltük ugye a költészet világnapját, és ebből adódóan sok helyen lehetett kávét venni verssel. Mi a vélemény az ilyenfajta kezdeményezésekkel? Közelebb lehet hozni a fiatalságot a költészethez? Vagy mi az, amivel még gyarapítani lehetne a verset olvasó közönséget? Nagyon jó fogás ez az átválthatósága a versnek. Valamikor a magyarországi irodalomnak a központja, ugye most itt konkrétabban véve, akár Budapesten a kávéházakban zajlott. Tehát nem klubok és nem rockkocsmák, és a költőket azt nem csak a rockkoncerteken lehetett megtalálni, vagy a költő nem biztos, hogy egy ilyen nagyon elázott személyfigura, hanem bármelyik társadalmi rétegből kikerült. És ilyen értelemben bármilyen kezdeményezés, ami összeköti a versekkel, akár egy egyszeri dolog, mint a
Shakespeare drámában, hogy a fáknak a törzsére kirajszögelnek egy pár sort. Ilyet is láttam az egyetem környékén pár éve. Tehát az is üdvözlendő, és igazából felhívja a figyelmet a versekre. Nagyon sok lehetősége van a fiatalságnak versekkel találkozni, sőt, szerintem ők maguk találják ki a fórumaikat, hiszen most divatos ugye ez a slam poetry jelleg, akkor a zenével nagyon sok lehetőség van, de amit én igazából üdvözlendőnek vagy szeretem jobban, az a kiállításokhoz, képzőművészeti alkotásokhoz fűződő versek, akár verspályázat. Egy-egy kiállításhoz, egy kiállítás képeire írni valamit. Az is egy izgalmas, ott meg tudja mutatni a szerző, hogy mire képes vagy. Kicsit szűkebb munkahelyemre gondolva, ugye a Szegedi Egyetemnek aztán minden évben van ilyen egyetemi verspályázat, ahol egy-egy ilyen hívó szót közölnek, és oda várják körülbelül ahhoz a témához illeszkedő verseket. Formai tartalmi megkötöttség tulajdonképpen csak ennyi. Egy konkrétabbat is tudok mondani, ott is viszonylag több a fiatal, az az antikvitással foglalkozó szerzőkre vonatkozik. Ilyen van, hogy az Aquincumi költőverseny. Ez úgy minden évben olyan május környékén kerül megrendezésre. Ott két lehetőség van, vagy egy előre megadott téma, minden évben kitalálnak valamit, általában a klasszikus szerzőnek egy idézete, de ott van a lehetőség a helyi improvizációra, a helyszínen megadott témával is lehet pársoros epigrammát vagy disztihont írni. Tehát ebbe is be lehet kapcsolódni igazán, nagyon sokféle lehetőség van, és itt is általában a fiatalok vesznek részt, ahogy láttam. Ön miből merítkezik? Mi az, ami versírásra indítja? Az élet. Én sajnos ilyen korlátozottabb ihletforrással magamból találkozok, tehát igazából mesterséges inspiráció is van, ha van felkérés, de alapvetően ihletből írok, tehát ez minden szerzőnél más. Kell egy olyan valami személyes élmény, látvány, mozdulat, egy ötlet, egy szikra, ami elindítja az emberbe az írást, tehát igazából nem annyira tudatos ez a része. Amit itt előbb mondtam, szerintem ez olyan, hogy mint egy kis gyermek, aki úgy nagyon akarja, hogy foglalkozzanak vele. Tehát az ember személyiségében ott van egy másik én, egy másik Pali, aki annyira akarja, hogy napvilágra kerüljön, és akkor félre kell tennem mindenféle hivatalos vagy tudományos jellegű, teljesen más témája alkotást, az kiköveteli magának, hogy tessék megírni azt a gondolatot. Tehát igazából én így működöm, ha szabad ezt mondani. Az idei Magyar Költészet Napja mit tartogat az ön számára, illetve milyen rendezvényekre, eseményekre számíthatnak a versolvasók? Alapvetően a Szegedhez kötődően ugye itt van következő napon a Szegedi Vers ünnepe. Ez már egy hagyományőrző rendezvény tulajdonképpen a Szegedi Írók Társaságához kötődik. Ugye Szegedi Írók Társaságának idén egy évfordulója is van, hiszen 20 évvel ezelőtt alapították vagy hozták létre az alapító atyák benne, és minden évben Juhász Gyula születésnapjához kötődve, tehát eltérően egy kicsit korábbi időszámítást használva az Országos Költészet Naphoz, egy ilyen vers seregszemlét, vagy egy felolvasó estet tartunk, ahol neves bemondó előadók tolmácsolják ezeket a verseket. Szeged Írók Társasága az annyiban is kötődik, hogy idén többszörösen válogatott versanyagból lett összeállítva a műsor, a Szegedi Horizont nevű frissen megújult és megindított antológiának a megjelent verseiből tartalmaz ez válogatást. Hát országosan még több lehetőség van, talán itt meg lehet, de nem is akarok kiemelni rendezvényt, mert az mellett, hogy reklámnak minősül, vagy nem tudom, hogy szabad-e mondani, de rádióban, ugye a Márványteremben van versfelolvasás, tehát ez igazából úgy találkozik az érdeklődő személy, ha akarja, hanem valamilyen szinten más, nem a hírekben egy pár mondatban a költészete vagy a verssel. A legnagyobb rendezvény az meg igazából a könyvhét, tehát nem csak a prózának, hanem a verses kötet megjelenik. Az egy igazi ünnep, amikor tényleg az embereket ugye jobban ellátják, vagy jobban találkozhatunk, vagy válogathatunk a palettáról a prózai kötetek mellett verses kötetekből is. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Köszönöm szépen is a meghívást. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!